Terjed a veszettség a vármegyében, tavaly szeptembertől idén februárig 21 esetet igazolt az illetékes hatóság. Energetikai korszerűsítés, több évtized után fejlesztették a Tornyospácai Áldás református diakóniai központot. Biztonságos internet napja, a szakemberek azt tanácsolják, minél kevesebb információt osszunk meg magunkról az online térben. Az eddigi legsúlyosabb járványügyi intézkedések léptek életbe a milotai veszett macska támadását követően. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az Állategészségügyi Hatóság 121 településen rendelt el ebzárlatot, ellenőrzik azt is, hogy az érintett területeken van-e érvényes veszettség elleni oltása a kutyáknak. Az oltás beadatását a macska tulajdonosoknak is ajánlják, azokon a településeken, ahol fertőzött állatot azonosítottak, az állam biztosítja a vakcinákat. A két macska esetünk, ami előfordult tavaly, illetve az idén, az mind támadó volt. Az ember a járókelő hátára ugrott a macska, vagy ami megjelent a videó is az egyik macskáról, az pedig a combján kezdte el megtámadni az érintett állampolgárt. Két veszettséggel fertőzött macska három esetben támadhatott emberre a közelmúltban itt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az elmúlt években nem történt ehhez hasonló a térségben. Szakemberek szerint a veszettség eddig nem tapasztalt mértékben terjedt el a területen. A korábbi járványhelyzettől lényegesen súlyosabb a helyzet most. Ha tavaly szeptembertől nézzük a járványhelyzetet, amit mi most ebbe a szakaszban úgy kezeljük, hogy az egy járványhelyzet, most már 21 pozitív esetnél tartunk az évvégi, illetve az évei időszakban, és sajnos ami a korábbi időszaktól megint eltérő, nem csak a esetek száma, a mennyiség, hanem a kiterjedtsége is, már olyan szempontból, hogy korábban megyében csak Rókában fordult elő a veszettség, leszámítva a 2022-es egy kóborkutya esetünket, de most pedig már megjelent Szalvasmarhában, Aranysakában, kutyában, macskában, tehát sokkal több állatfajt érint, mint eddig, és természetesen azért, ami jellemző és fő állat a veszettség szempontjából a róka, az nem változott, tehát most is a esetek zömét azt a róka adja. A vármegyei főállatorvos szerint az elmúlt két évben az ukrán helyzet miatt jelentek meg a veszett állatok a határmenti térségben. Azóta azonban már a hazai állományban is terjed a vírus, amely az emberre is különösen veszélyes. Veszett állattól származó sérülés esetén a vírus terjedése egy sorozatoltással megakadályozható az emberek esetében, ehhez azonban haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. A helyzet miatt számos járványügyi intézkedést hozott az Állategészségügyi Hatóság. A határmenti területeken 121 településen rendeltek el ebzárlatot. Emellett a veszettség elleni oltás beadására kötelezik a kutyatulajdonosokat. Az oltás macskák esetében is indokolt. Korábbi időszakban nem alkalmaztuk, most az elmúlt járványhelyzetnél kötelező intézkedésként elrendeltük, hogy azoknál az állatoknál, amelyeknél nincs meg az érvényes veszettség elleni oltás kutyánál, macskánál, azokat állami költségre beoltattuk, kollégák, szolgáltató állatorvosok ezt elvégezték, illetve a települések egy részénél, amelyik még nem olyan rég került az intézkedések hatája alá, azoknál ez meg fog történni, de hangsúlyozom, ez csak azokon a településen történt, illetve történik meg, ahol konkrétan pozitív esettel találkoztunk. Az intézkedések a vírusra fogékony állatállomány csökkentésére is vonatkoznak, így az illetékes területeken a róka, valamint az aranysakál populációk esetében indokolt. Azokat a kóbor állatokat is kilőhetik a vadászatra jogosultak, amelyek nem befoghatóak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a veszettség gyanújának bejelentése jogszabályi kötelezettség. Aki idegrendszeri tüneteket mutató vagy elhullott állatot lát, értesítse az Állategészségügyi Hatóságot.
Magyar kezdeményezésre a jövőben a mézes üvegeken kötelező lesz feltüntetni a méz származási helyét és pontos százalékos arányát az Unióban, közölte az Agrárminisztérium. Magyarország 2019. novemberében tett javaslatot a méz irányelv módosítására, a kezdeményezésről most a tanács és az Európai Parlament között is megszületett a megállapodás, a jövőben minden származási országot fel kell majd tüntetni csökkenő sorrendben a mézkeverékek címkéjén, a pontos százalék arányok megjelölésével. Most már lassan 20 éve próbálkozunk a méz nyomon követésének, vagy a származási országok megfelelő kimutatásának a feltüntetése mellett. Ugye eddig, ha a keverékmézekről is beszéltünk, az, hogy más különböző országok mézkeverékei kerültek egalizálásra és úgy került eladásra, akkor annyit került feltüntetésre, hogy EU és EU-n kívüli országok mézkeveréke. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy sikerült elmozdulni abba az irányba, vagyis hazánkban most már 100%-osan, de az Unióba is, hogy feltüntetésre kerül majd a származási országok helyeként százalékos formába a mézkeverékeknek a aránya. 8 református intézmény energetikai korszerűsítése valósult meg az elmúlt években egy több mint 610 millió forintos kehopos pályázatnak köszönhetően. Legutóbb Tornyos Pálcán beszéltek arról, hogy ezek a beruházások a helyi és térségi energia igények csökkentésére irányultak, és így az érintett református intézmények megfelelnek a 21. századi korszerű technikai követelményeknek. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter fogadták a politikai és egyházi tisztségviselők Tornyospálcán. Itt több mint 20 éve épült meg az Áldás református diakóniai központ, amelyen a közelmúltban energetikai korszerűsítést hajtottak végre. Ennek a helyén egy 120 éves régi iskolánk állt, amit visszakapott a gyülekezetünk a kárpótlás során, és 2003 tavaszán döntöttünk úgy, hogy szeretnénk egy modernebb épületet, egy olyan házat építeni, ami a mai kornak megfelelő, és ugye így szépen kialakult egy ilyen közösségi tér, közösségi házunk. Alul ugye egy gyülekezeti terem van, itt hátul konyhák működnek, egy nagy konyhánk működik, fölül pedig irodáink vannak. Valóban a kezdetekkor mi magunk is nagyon féltünk attól, hogy nem fogjuk tudni ugye fenntartani az épületet, de már elmondhatjuk, hogy hát mivel több mint 220 munkatársunk van az Áldás központnak, ezért ugye szinte minden négyzetcentiméterre ki van használva az épületnek. Az elmúlt években semmilyen felújítás nem történt az épületen, magas volt a gáz és a villanyszámla, így időszerű volt az energetikai korszerűsítés. Az ehhez szükséges 50 millió forintos anyagi forrást Európai Uniós pályázat biztosította. Ennek köszönhetően új kazánt helyeztek üzembe, 20 cm-es szigeteléssel borították a falakat, megújultak a nyílászárók és napelemek kerültek fel az épületre. Sezták Miklós a térség országgyűlési képviselője szerint a jelenkor kihívásai miatt különösen fontos a történelmi egyházak nyújtotta lelki támasz, valamint a gyülekezetek közösségteremtő ereje. Átgondoljuk, hogy milyen események történtek mondjuk 18 és 24 között, hát nem volt könnyű. Volt egy kis pandémiánk, van háborunk, ezzel kapcsolatosan, ezzel összefüggésben minden elszabadult, árak és minden egyebek, infláció, de jelentem, hogy megcsináltuk. A hálaadó istentisztelet után Navracsics Tibor arról beszélt, Európa látszólagos egységét valójában annak sokfélesége teremti meg, és Magyarország az Európai Uniós források egyik leghatékonyabb felhasználója. Nemes célokra és jó célokra használjuk az Európai Uniós forrásokat. Olyan célokra, amelyek nem csak a helyi közösségeket erősítik, nem csak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelentenek az itt élők számára segítséget, hanem éppen azáltal, hogy nekik segítséget jelentenek, az egész Európai Uniót is erősítik. Amennyire erősek a mi közösségeink, annyira lesz erős az Európai Unió is. Éppen ezért
Ezek a beruházások, ezek nem a mi magánügyeink, hanem európai közügyek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió reményeink szerint rövidesen már ismét a sokféleséget tisztelve, a sokféleséget alapul véve működő közösségé válik, és akkor a mi hozzájárulásunk is nem csak számunkra, hanem minden európai polgár számára világossá válik. A tiszántúli református egyházkerületben összesen 7 településen 8 egyházi intézmény energetikai korszerűsítése valósult meg, összesen több mint 610 millió forintból. Tornyospálca mellett például Ramocsaházán, Nyírbogdányban és Dobrádon újultak meg intézmények. A szakemberek azt tanácsolják, az online csalások megelőzése érdekében minél kevesebb információt osszunk meg magunkról a közösségi oldalakon. Csak olyan alkalmazásokat telepítsünk, amelyekre szükségünk van és jól ismerünk, megbízható oldalakról származnak, valamint ha már nincs rájuk szükségünk, távolítsuk el. Csak néhány jó tanács, amely a Biztonságos Internet napja alkalmából tartott rendezvényen hangzott el az egyik legveszélyeztetettebb korosztálynak, az időseknek. Egy grafikon mutatja a legfontosabb különbségeket, amelyből tudhatjuk, adathalásszal van dolgunk, és nem valós a probléma. A Biztonságos Internet napját világszerte mindenhol február 1-én rendezik meg. A nap célja, hogy különböző rendezvények és előadások segítségében felhívják a figyelmet az internet veszélyeire. Ilyen lehet például a zaklatás, a gyermekpornográfia, vagy napjainkban az adathalászat, hiszen az elmúlt években sokat változott, hogy mitől veszélyes az internet. A legelején, amikor a program indult, akkor még a közösségi média használata, a cyberbullyingnek a megelőzése vagy a kezelése volt a feladat. A manapság azt kell, hogy mondjam, hogy az online csalások világát éljük, tehát ez a közösségi médiában történt zaklató magatartások száma egy kicsit vissza is esett, talán jobban tudja kezelni mindenki ezt a helyzetet, és előtérbe kerültek az online bűncselekmények. Online csalás bűncselekmények, a banki csalások, a online piactereken történő vásárlások során történő visszaélések. Bár javuló tendencia mutatkozik, a lakosság egyre jobban odafigyel az internet használatra, továbbra is egy felfelé ívelő bűnözésről beszélhetünk. A megelőzésre és a felvilágosításra pedig már nem csak száraz előadások léteznek. Közelítsük már meg a zene, a drámapedagógia oldalára ezt a kérdést. Az ötletből tevékenység lett, és most hát gyakorlatilag összeállt egy előadás. Két kimondottan az interneten terjedő bűnözéssel kapcsolatos kis darabot adunk elő, amelyet az élet, illetve mi írtunk, és hát szeretnénk ezt úgy előadni, hogy amikor hazamennek a hallgatóság, az ott is megmaradjon, és amikor véletlenül ők esetleg egy áldozati hálóba bekerülnek, akkor tudják azt mondani, hogy köszönöm, nem. Az átgondoltság és higgadtság nagyon fontos akkor is, ha esetleg mégis megtörténik a baj. A bankszövetség és a különböző pénzintézetekkel történő együttműködés keretében ugye próbáljuk ezeket a folyamatokat visszafordítani, tehát a csalásokra gondolva. Ezért tényleg azt javaslom mindenkinek, hogy ha ilyen típusú bűncselekménynek a sértetjei válik bárki, akkor tegyen bejelentést a rendőrségen, hívja fel a bankját, tehát hogy van esély arra, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk, illetve megállítsuk. Én azt gondolom, ebben is van jelenlépés, tehát a lakosság ezt már tudja, hogy nincs szemérem ilyenkor, hogy inkább nem szólok, szégyenézet, ez talán háttérbe szorult, mindenki számít, minden káresemény számít, tehát tegyenek feljelentést. A szakemberek azt tanácsolják, korlátozzuk a magunkról publikusan közzétett információkat, hiszen minél több személyes információt osztunk meg másokkal, annál könnyebben tudnak a támadók relevánsnak tűnő adathalászlevelet küldeni nekünk. Több évtizedes álma vált valóra a Nyírbátor és térségében alkotó képzőművészeknek. A településen városi galéria nyílt, az ünnepélyes megnyitón a legendás helyi művész stúdió alapítója, Makrai Zsuzsa Zománc művész kötetét is bemutatták. A galériában 11 művész munkáiból nyílt időszaki kiállítás. Ez olyan lesz, mint egy olvasókönyv, olyan, mint egy mesés könyv, mert hiszen a cím is arról szól, hogy volt egyszer egy stúdió. Több mint 1000 növendéknek nyújtott szellemi táplálékot a Nyírbátorban 1971 és 1999 között működött alkotóközösség. A képzőművészeti stúdió és alkotóház alapítója Makrai Zsuzsa Zománc művész, aki a legendás műhely munkáját egy művészeti albumba foglalta. Ebben egykori tanítványa, Hermányos Mária tervezőgrafikus segítette. A kötetet a Városi Galéria megnyitóján mutatták be Nyírbátorban.
Nem akartuk, hogy elvesszen az a 30 nagyon termékeny, nagyon munkás, csodálatos alkotásokat létrehozó műhely vagy műhelyek, és azok az alkotók, akik 30 éven keresztül részt vettek ebben a munkában, és a fellelhető dokumentumok, a maradék dokumentumokból egy hónap alatt a Mari egy csodálatos könyvet szerkesztett. A megnyitón több tárlat is nyílt. Petrócki Ákos egyéni kiállításán kívül 10 az egykori stúdió művésze is bemutatta alkotásait. Ez egy mérföldkő a város művészeti, kulturális életében. Sok hátterét lehetne ennek felsorolni. Én két dolgot mindenképpen ki szoktam emelni. Az egyik a város gazdag kulturális történelmi értékei, ami a megyén belül is, én azt gondolom, hogy Nyírbátor kiemeli többi város sorából. A másik pedig az elmúlt évek, ennek a modern virágnak az eseményei, ami körülvesznek minket. Ez egy kicsit tárgyasult világ, ezzel a rengeteg nehézséggel, amivel most az egész világ küzd. Én azt gondolom, egy ilyen világban rendkívül fontos, hogy egy kicsit visszanyúljunk, hogy egy kicsit befelé is tudjunk fordulni, és ehhez a legjobb eszköz a művészet. Ennek teret kellett adni, ez egy régi szándéka volt a városnak, és én nagyon örülök, hogy ebben az évben, ami egy jubileumi év a városban, hiszen 745 éve említik először a várost ebben a térségben, ezért ez fontos volt nekünk, hogy egy ilyen ünnepséggel nyissuk meg ezt a rendezvény sorozatot, ami erről a jubileumról szól. Az ünnepségen az is elhangzott, nem csak a város, hanem a vármegye kulturális életében is jelentős esemény, a Nyírbátori Galéria létrehozása. A képzőművészeti stúdió alapítója, vezetője, Makrai Zsuzsa munkássága pedig a vármegyei értéktár része. Itt működött egy olyan stúdió, egy olyan kovászműhely, ahol valóban rengetegen találkozhattak, ismerkedhettek meg azzal a művészeti ággal, amely legyen akár a rajztechnika, legyen akár a zománc művészet, amely aztán meghatározóvá vált az évtizedek során, és innen Nyírbátorból indultak el művészek, művésztanárok, és vitték magukkal azt a kulturális örökséget, amelyet itt szívtak magukban Nyírbátorba, azoktól az alkotóktól, kiemelten Makrai Zsuzsától, a zománc művésztől, aki a vármegyei értéktárnak is oszlopos tagja. Az ünnepségen elmondták, a vármegye legnagyobb kulturális beruházása zajlik jelenleg Nyírbátorban. A Báthori István Múzeum teljesen felújított épületét és kiállításait várhatóan idén október 13-án adják majd át. A kormányzati beruházás közel 2 milliárd forintba kerül. Ráadás után győztek Óbudán a kékcápák. Meri Mehmedovics együttese az NB1B piros csoportjának 18. fordulójában az óbudai kaszánsok otthonában 92-92-re végződő rendes játékidő után nyert 105-104-re. A Nyíregyháza szombaton 17 órai kezdettel a Miskolcot fogadja a Continental Arénában. A hosszabbítás után megnyert Pécs elleni mérkőzést követően másfél hetet készülhettek a kaszások elleni találkozóra a cápák. Az első negyed után 7 ponttal, két játékrész követően pedig már 15 ponttal vezetett a házigazda. Fordulás után elkezdték ledolgozni hátrányukat a vendégek, a negyedik negyed előtt már csak 4 pont volt az Óbuda előnye. Ismét elléptek a hazaiak, de a hajrá a Nyíregyházáé volt, így döntetlennel zárult a rendes játékidő. A ráadás is izgalmasan alakult, végül végső hármasával egy pontos győzelmet aratott Meri Mehmedovics együttese. Valahogy elején nem találtuk magunkat a ebbe csárnokba, ezt a pályát egy kicsit olyan specifikus mondjuk, finom szólva, de ők is meglepett minket egy olyan passzív taktikával, amit alkalmazott mindenki első része bajnokságból, ami nem tudunk megoldani Dabással. Harcoltunk 30 valamennyi perc, és utána, amikor beindult a dobás, ráadásul ezt az emberektől, aki padról jöttek, akkor elindul a henger, és utána látható, hogy mi sokat jobban fizikai állapotban vagyunk, mint az ellenfél. Hoztunk egálról, és a hosszabbításból hál' Isten nyerünk, szívunk rendben volt, lelke rendben volt, harcoltunk, ahogy kell egy csapatnak harcolni. Szobi Dániel 26 percet játszva 15 ponttal járult hozzá a nyíregyháziak sorozatban 5. győzelméhez. Nehéz volt, hiszen az első perctől kezdve az Óbuda úgy jött ki,
ahogy ezt egy hazai pályán lévő csapatnak kell. Meg is leptek minket a taktikával, úgy gondolom, hogy jó taktikát választottak. Kétélű volt ez a fegyver a részükről, hiszen az első perctől kezdve bizonyos játékosainkat feladták, a külső dobásainkat, és nem találtunk be. És egy ilyen meccsen, amikor az első pár percnél az ellenfél rögtön elhúz, nagyon nehéz kimászni ebből a mentális gödörből, és gyakorlatilag ezt görgettük magunk előtt a harmadik negyedig, amikor sikerült valami átszakadt, egy-két távoli dobás beesett, és az a 19-20 pontos előny, ami az Óbudának volt, az szépen lassan elkezdett fogyni. Károly Ervin 41 percet játszott, és 19 pont mellett 11 lepattanót is szerzett. Az amerikai légiós szerint minden győzelemnek nagy értéke van ebben a bajnokságban. Úgy gondolom, ebben a ligában bárki meg tud beállni bárkit, és úgy is kell készülni minden meccsre, hogy úgy megyünk ki a pályára, hogy nem lehet lebecsülni senkit, és ezt megmutatja az is, hogy egy gyengébb csapat ellen is szoros meccset játszottunk, illetve a Pécset is meg tudtuk verni itthon. A forduló további eredményei a következők: MEAFS TF Budapest 104-49, DEAC 23, BKG Prima Akadémia 68-73, Vasas Akadémia Újbudamafc 63-77, Salgótarján Budafok 90-79, Cegléd Fót 76-96 és Pécsi VSK Jászberény 79-65. A tabella élén az Újbudamafc áll 16 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Pécset. A 7-11-jel 9. helyen álló Nyíregyháza szombaton 17 órai kezdettel a 7. Miskolcot fogadja a Continental Arénában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A Vármegye 121 településén rendeltek el eddig ebzárlatot. A járványügyi intézkedésre azért volt szükség, mert szeptembertől februárig 21 állatban mutattak ki veszettséget a szakemberek. A fertőzöttség ezúttal a rókákon kívül aranysakál, szarvasmarha, több kutya és macska esetében is beigazolódott. Utóbbiak emberre is támadtak. Csaknem 50 millió forintból korszerűsítették a Tornyospálcai Áldás református diakóniai központot. Az energetikai fejlesztésnek köszönhetően új kazánt helyeztek üzembe, 20 cm-es szigeteléssel borították a falakat és napelemek is felkerültek az épületre. Az ünnepélyes átadó Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, Magyarország az uniós források egyik leghatékonyabb felhasználója. A közösségi médián keresztüli zaklatást felváltotta az online csalás és adathalászat. Ma már ezt értjük a veszélyes internet alatt. Ezért az egyik legfontosabb tanács a csalások megelőzése érdekében, hogy minél kevesebb információt osszunk meg magunkról a közösségi oldalakon. A gyanús e-maileket ne nyissuk meg, az abban küldött linkre ne kattintsunk rá. Február 6-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét jelentkezünk majd a Vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán a felhő átvonulások mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, az ország keleti részén esőre nem kell számítani, erős lesz viszont a szél, napközben akár viharossá is fokozódhat a délnyugati légmozgás. Napközben a hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.